a kunok, akiknek őseik keletről érkeztek. Ügyesen bántak az íjjal, szabjával és a buzogánnyal. Rettegett nomád harcosok voltak. Jurtákban laktak és halmokba temetkeztek. Ez a keletről jött nép nem csak nomadizált, hanem fényes városokat is irányított a Selyem út mentén. Aztán mintegy 40 ezren bejöttek a Kárpát-medencébe a Radnai hágón, Kötöny Kán vezetésével. De ne menjünk ennyire előre. A 11. századtól kezdve beszélnek Kipcsak törzsszövetségről, Kun vagy Kumán törzsszövetségről. Valahol a 11. század közepén egy Marwazi nevű mervi orvos, arab krónikás írja le, és csak egyetlen egyszer fordul elő az a bizonyos Kun szó, és méghozzá úgy van leírva, tehát arab betűkkel, hogy máshogy is lehetne olvasni. Itt szerepel egyedül a forrásokban korán ez a név, hogy Kun. Viszont nyelvészeti szempontból az egyszer szereplő forrás, ez esetben a Kun szó, nem minősül megbízható bizonyítéknak. Azt mondják, hogy azok a Kunok ott a Huangho folyó nagy kanyarjántól északra éltek hajdanán, hogy ők, hogy lám-lám már ott is Kunok voltak. Egyáltalán nem biztos, biztos, hogy nem a mi Kunjaink. Az egy összetevője volt a nagy Kumán Kipcsak törzsszövetségnek. Onnan kezdve vándoroltak nyugat felé a nomád népek széles országútján. Amely Kínától északra, a Sárga folyó vidékétől indulhatott el, és az utolsó nyugati hullámai egészen Kelet-Európában csapódtak le. Ez a Kipcsak törzsszövetség és a Kumán törzsszövetség bizonyos idő alatt összeolvadt, és már 13. század elején, 1200-as években Kipcsak vagy Kumán, azt lehet mondani, teljesen ugyanazt jelentette. Kazakok több nép töredékből. Igazából a kazak történelem az úgy épül fel, hogy a kazakok mindenkit saját őseiknek tartanak, akik valaha ezen a területen éltek. Szkítákat, hunokat, kipcsákokat. Újra és újra bebizonyosodik, hogy igazak a korábbi kutatásaink. Nagyon örvendetes tény, hogy Európa közepén élnek rokonaink, a kunok. Természetesen a Kipcsak törzsszövetség a kunok ősei. Először a Volga területére vándoroltak innen Kazahsztánból. Azután mentek tovább Pannóniába, és ők a kunok. Amennyiben ma az antropológiai típusokról beszélünk, akkor természetesen arról a sokféle emberről van szó, mely itt és a közvetlen közelünkben él. Nyomon követhetünk rendkívüli hasonlóságokat a ruházatban, mint például az ájkálpak, kalpag, az életmód, a lovas játékok, a katonai páncélok, övek, és ne feledkezzünk meg a nyelvi hasonlóságokról. Ez egy nagyon összetett török nyelvű törzsszövetség, amely a 13. századra már kialakult, és egy jelentős területet foglalt el, nem csak Nyugat-Szibéria, hanem tovább lefelé a mai Oroszország, Dél-Oroszország, Ukrajna területén. Moldvában egészen ez a Kipcsak-Kun törzsszövetség a Kárpát-medence keleti végeig tartott, a Magyar Királyságig. A Selyem út mentén fényes városokat irányítottak. Tarászt, vagy akár a mintegy 40 ezeren lakott Otránt. A kunokat nem csak úgy kell elképzelni, mert van egy kicsit egysíkú gondolkodás, hogy jurtában laktak, terelték az állatokat, és egy nomád legeltető, pásztorkodó társadalom volt. A kunok ennél sokkal összetettebb társadalomban éltek, hiszen voltak olyan kunok, akik nagy városokat irányítottak, akik a városi létre rendezkedtek be. Otrárt, Taraszt, ezeket a városokat kunok, kipcsákok irányították, ők szervezték az életüket,
és ők voltak az uralkodó réteg, és ők már nem nomadizáltak, hanem városlakók voltak, és az akkori tudományos élet, kultúra minden egyes szegmensével, minden egyes fejezetével foglalkoztak. A Selyem úton vagyunk, hogy meglátogassuk ezeket az ősi településeket, a régészeti ásatásokat, és a modern Taraz városába érkeztünk. 2000 évvel ezelőtt ez a hely a Taraz nevet viselte. Abban az időben nagyon magas kultúrájú, fejlett politikával és nagyon jó infrastruktúrával rendelkező város volt. A Csutalasz völgyének uralkodó, nagy népességgel rendelkező városa. Ekkor három részre tagolódott. A központi rész a Citadella volt, ahol jelenleg vagyunk, ahol a felmérések folynak. A második rész Sakristán, ahol magasrangú arisztokrata családok laktak. A harmadik részén a kézműves és kereskedő sor foglalt helyet. A középkorban a 11.-12. században Taraz egész területe nagy és jelentős keleti bazároktól volt hangos, ahová hosszú karavánok érkeztek a Selyem úton. Különböző országok kereskedői tevéken hoztak ide Kínából sejmet, ékszereket, fegyvereket. Szintén Kínából és Perzsiából irhát, szörmét, bört, fémből készített termékeket és kerámiákat hoztak. Ez arról árulkodik, hogy hosszú időn, több évszázadon keresztül nagyon fejlett kulturális rendszer volt itt. Это говорит о том, что здесь была высокообразованная культурная система. Ezek a fürdő maradványai. A 10-12. Század Taraz felvirágzásának időszaka az ismert svájci orientalista Adam Metz álláspontja szerint az iszlám reneszánsz időszaka, amikor a helyi kultúra és annak elterjesztése a leginkább felvirágzott. Ebben az időszakban fejlődtek a tudományok, az írásbeliség, és a Selyem út működésének köszönhetően az adott régióban nagy fejlődés ment végbe. Akkor Tarazban, ebben a városban vízvezeték működött, az utcákat kövekkel fették be, mauzóleumok, fürdők épültek. Az égetett tégla széles körben való elterjedésének köszönhetően olyan építészeti alkotások, mauzóleumok épülhettek, mint az Aisha Bibi, a Babaji Hatun, a Karahán mauzóleum, valamint keleti fürdők is épültek. Ezek az építmények mai napig hirdetik a hajdani Kun Kipcsák birodalom fényét. Otrár, ez a város már nagyon közel esik azhoz a közép-ázsiai térséghez, ahol a letelepült kultúráknak már régi keletje és bölcsője van. Ez egy ilyen találkozó pont volt a történelem során a letelepült kultúra és a nomád állattartó kultúra között, tehát egy hatalmas város kell elképzelni. Ugye az otrári incidens volt a gyújtópontja annak, hogy Genghis Khan seregei lerohanták Közép-Ázsiát, és majdnem ugye tovább Európa fele megindultak. Amikor most legutoljára voltam Otrárban, már egy komoly régészeti feltárás volt, hoztak helyre a kapurészt, falrészeket, és nagyon sok olyan dolgot feltártak a különböző szinteken, korok szintjén, ami jellemző volt a 11. századra. Hiszen ez a város már az első század óta lakott volt, tehát lejutottak addig a lakott rétegig, de a 11. századba belegondolva még az Árpádházi királyok idején Európában, még a várakban, szűk, füstös szobákban, kandallóval fűtve éltek az emberek, vagy földbe vált kunyhóban. Ebbe a városba, Otrárba, ebbe az időszakba víz- és csatornarendszer volt, vízöblítéses WC, a kereskedelemnek a legmagasabb szintje, az oktatásnak a legmagasabb szintje, és hát a kulturális élet csúcsát jelentette ebbe az időbe ez a város. Ezt pusztították el a mongol hódítók, Genghis Khan csapatai, és ennek a romjait tárják most fel. Én azt látom, hogy egy kicsit az európai gondolkodás teljesen Európa központú. Nem is tudjuk azt, hogy velünk egy időben a középkorban milyen fejlett kultúrák és milyen fejlett civilizációk voltak. Az mongolok rögtön elkezdenek nyugat felé és dél felé terjeszkedni, és lényegében még Genghis életében Közép-Ázsia jelentős részét meghódítják.
csapataik egy nyugati kalandozó hadjárat során eljutnak egészen a mai Kalka folyó vidékéig, ez Dél-Ukrajna ma. Akkor az oroszok, akik az orosz fejedelmségek, amelyek elsősorban veszélyeztetve vannak, az itt lévő kun fejedelemségekkel szövetkeznek, és egy egyesült orosz és kun sereg a mongol hódítókkal megütközik. Mongol vagy tatár ugyanaz, egyszer ezt használom, egyszer azt. 1223-ban és hatalmas vereséget szenvednek az új feltörekvő mongol hadseregtől. Lényegében a Kipcsak-Kun törzsszövetség szétszóródik a legkülönbözőbb helyekre. Akkor a Kun birodalom lakosainak egy része levonult a Balkán felé, más része pedig a Kötöny vezetésével, Kötönykány vezetésével a Magyar Királyság területére érkezett. A kipcsákok vagy kunok a mai Kazahsztán sztyeppéiről érkeznek a Radnai hágon keresztül a Kárpát-medencébe. Vezetőjüket, Kötöny Kánt, maga a király, IV. Béla fogadja. Szükség van erre az ügyes, harcos népre. Az íjat, a szabját és a buzogányt forgató nép jól ismeri a keleti harcmodort, így védelmet nyújthat a mongol támadás ellen. A királlyal megegyeznek, letelepedhetnek, ha keresztényekké válnak. De ez még nem történik meg. Állataik lelegelik a termést, rengeteg konfliktust okoznak. Akkor még sok a víz itt a Tisza mentén, ami ma már szikes. Akárcsak a honfoglaló magyarok, a kunok is az úgynevezett lovasnomád kultúrkörhez tartoztak. Ennek az életformának a fő jellemzője az, hogy kerek alakú, nemezborítású jurtákban élnek ezek a népek, illetve a lóra alapozódik az életük, meg a jura. Nagyon fontos, a kazakok mind a mai napig azt mondják, hogy négy fajta állatot tartanak, kazakul ezt törtülükmálnak hívják. A legfontosabb első helyen ugye a ló, utána a jú, a szarvasmarha és a teve. Ez jelenti a gazdaságnak és az egész életformának az alapját. Ha úgy nézzük, a junyája az pedig folyamatosan napról napra képes ellátni annyi hússal, amit mondjuk egy család vagy egy közösség nagyon könnyen el tud fogyasztani egy evés vagy egy vacsora alkalmával. Hogyha elkészítette a birkakörköltetnével, semmilyen mesterséges fűszer, semmilyen zöld fűszer növény nincs benne, így nyugodtan el tudták tárolni, csak a só, mint tartósítószer lépett föl, el tudták tenni. Nagyon fontos a júnak a gyapja. A jú gyapja az, ami a lovas életmódhoz, a lovas nomád életformához kötődő egyik legfontosabb szigetelő és ruházati anyagot adja. Ugye a jú gyapjából készítik a nemezt, ezzel borítják például a jurtájukat, ebből készülnek a szőnyegek, amelyek annyira jó szigetelő hatással bírnak, hogyha a fagyott földre teszi le valaki és ül rá, akkor is a felfázástól megmenti. Ebből készítik a csizmáikat, vagy csizmabéléseiket, különböző ruházati alkalmatosságokat, mint például a süveget, mellényeket. Ezek a csontok még a használati tárgyakon is megjelennek, a bicskatartókon is. Mind a kettőnek ez a záró csontja, ez a birkának a lábszárából készült. Biztos nagyon finom birkapörköltet fogyasztottak, és utána a csontot még nem a kutya kapta meg szegény, hanem... Az egészen biztos, mert azt egy karcagi birkapörkölt főzés után adtam annak a munkatársának, aki készítette ezt a bicskatokat. Hasznosítják a junak a tejét, hiszen a nomádoknak alapvetően a táplálkozási kultúrája az két fontos elemre alapozódik. Az egyik a hús, ezek a piros ételek, ahogy ők nevezik, és vannak a fehér ételek, amelyek viszont a tejből készült dolgok. A kun népösség, a kun népcsoport, ugye, mint tudjuk, keletről jött, és a nomád állattartás mellett, a nagy állattartás mellett legfontosabb feladata volt a katonáskodás, amivel ugye szolgálták egészen, azt mondhatjuk, a 20. századig a hatalmat. Tipikus nomád harcmodorral rendelkeztek, amely egyáltalán nem új, mert légső soron az ázsiai hunok vagy szyumnuktól a Krisztus előtti 3. évezredtől kezdve ez a fajta nomád harcmodor, a könnyű lovas harcmodor, lovas íjászat, ezt azt kell mondanom, hogy alapja volt minden nomád hadviselésnek, és lényegében ez a fajta könnyű lovas nomád hadviselés hosszú ideig szinte legyőzhetetlen volt, és a fénykorát ez a hadviselés épp a 13. században a tatárok, mongolok megjelenésével ért el, és látjuk is lényegében sehol a
világon nem tudták őket az első évtizedekben legyőzni. Egyiptomba is vittek kun harcosokat, mivel nagyon jó harcosnak tekintették őket rabszolgaként, aztán megtették őket a királyi testőrségbe, hát őket nevezték a mamelukoknak. És a mamelukokról valóban nyilatkoznak, írnak, hogy igen kemény harcosok voltak, 2-3 jeles európai harcossal is felveszik a versenyt egy személybe, és ők győznek. Megvan azért az avarkornak, vagy a hun, vagy a szkíta, vagy a kun magyar kornak is a speciális íja, de alapvetően ugyanazt a visszacsapó reflexíjat használták, ha csak az íjról akarunk beszélni, és azt hiszem ezt végig lehetne vinni akár a nyergeken is. A csaták általában úgy kezdődtek, hogy a két hadsereg, az ellenségek felálltak egymással szembe, és általában először nyílzáport zúdítottak a keleti népek, így a kunok vagy a magyarok is, utána pedig malomkerékszerűen próbálták sakba tartani az ellenséget, és ha az íjjal nem tudták lezárni a csatát, hogy megoldani, akkor került sor a fél közelharcra, majd a legvégén a közelharcra. Nem azért nyíraztak hátrafele az őseink, mert onnan jött az ellenség, hanem azért, mert ez a jól átgondolt haditechnikának a része volt, hogy megfutamodás színlel üldözőbe veszik, aztán gyorsan körbekerítik. Tehát ez a könnyű lovasságnak ez a lényege. A mozgékonyság pedig mindig előnyt adott annak, aki gyorsabban tudott helyet változtatni, hamarabb ért a csatába, hetekig tudott menni, és úgy, hogy nem kellett megállni, akár területeket fosztogatni, hanem az utánpótlását is tudta magával vinni. És ebben a korban hatalmas előnyt jelentett ez a mozgékonyság. Hadtáp ugye sokkal lassabban tudott haladni, mint ahogyan a lovasok, tehát nyilvánvalóan vezetéken hoztak maguk mellett olyan lovat is, amit vágásra használták. Csak a mai ember számára tabu a ló, azt hiszem. A táplálkozásban, főleg pedig ugye a hadtápban sokkal jobban jelen lehetett a ló, mint ezt gondoljuk. Az, hogy mennyi lovat hozhattak, azt megbecsülni se igen lehetett, hiszen váltott lovakon lovagoltak nyilvánvaló. És hát ugye elég utalni arra, hogy az első világháborúig a lovashuszárság volt a legmodernebb haderő. A radnai havasoknál érkeztek tehát a mi kunjaink a Kárpát-medencébe, Kötöny Kán vezetésével. A magyarok kétkedve figyelték a frissen érkezőket. Nem sokára vezetőjüket megölték. A kunok dúlva-fúlva kivonultak az országból. A tatárjárás után IV. Béla ismételten behívja a kunokat az elnéptelenedett Duna-Tisza közébe. De még most sem zökkenőmentes a letelepedés, hiszen állataik lelegelik a magyarok termését. ...1239 húsvét másnapján, azt írják a krónikák, megérkeztek a kunok. A keleti Kárpátokban, a Radnai hágónál jöttek be, ott fogadta őket IV. Béla királyunk, Kötöny Kánt és maradék népét uralkodónak kijáró pompával, ezt is leírják, hogy gyönyörű, színes viseletben jöttek a kunok. Pontosan lehet tudni, voltak éppen a kun viseletnek az első emlékei ezek, pontosan lehet tudni, hogy milyen volt a női viselet, milyen volt a férfi viselet, aztán természetesen ezeket a krónikák képes ábrázolásai is megörökítették. Ezt a miniatúrát úgy nevezik, hogy a különféle nemzetségek bejövetele. Vannak különösen középen, meg jobb oldalt keleti ruhás alakok. Sokféle keleti eredetű nép költözött be az országba. Ezeknek a sorába tartoznak a besenyők, a kúnok és a jászok, mint a legfontosabb és legnagyobb ilyen népcsoport. Az biztos, hogy az egyik csúcsos és egy kicsit hátrahajló, süveges lovagló férfi, aki mögött egy hölgy ül a nyerekben, hogy az kún viseletet hord, tehát olyan viseletet, ami ugyanebben a kódexben másutt sok helyen is előfordul, és biztosan kún alakok is ugyanilyen viseletben vannak. Tehát egy hosszú kaftánt, amit oldal záródik, és egy hosszú csúcsos süveget. IV. Bélának szüksége volt a keletről érkező kunokra, hogy megvédhesse a tatártól az országát.
ezért fogadta őket személyesen a radnai havasoknál. Azt írják a krónikák, hogy 40 ezer főnyi. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert hát ugye a 40 az egy a törökségi kultúrában egy bűvös szám, ezen vitatkoznak a történészek, de egy tény, és azon senki nem vitatkozik, hogy a Magyar Királyság katonai haderejében ez olyan volt, ez a dolog, mint egy vérátömlesztés, hatalmas erőt jelentett. Azért is hívta őket, és azért is fogadta be őket IV. Béla, mert hogy szükség volt egy keleti harcmodort ismerő, művelő erősítésre, hiszen nyakunkon volt a tatár. Beköltözésük után katonai szolgálataikért, amelyet vállaltak a magyar király mellett, bizonyos mentességeket és szabadságokat kaptak. Nem volt egyszerű a dolog, mert jó évszázadig még nomád életmódot folytattak, emiatt aztán rengeteg probléma volt itt természetesen, hát az irdatlan csordákkal lelegeltették a vetést, sok-sok csetepaté volt. A magyar főurak és birtokosok ellenük fordultak, közeledett a mongol támadás, a mongol hadak előőrseibe kunokat vértek felfedezni, ez jó alkalomnak bizonyult arra, hogy bevádolják őket a királynál, mint akik szövetkeztek a mongolokkal. Amikor Kötöny magát kimenteni elindult a királyhoz, akkor a Kötönykánt megölték. A kunok ezen feldühödve, felháborodva kivonultak, dúlva, fúlva természetesen az országból. Így Magyarország pontosan akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna a kunok katonai erejére, nélkülük maradt. Ismerjük a tatárjárás pusztítását, 1246-ban a történteken okulva ismételten behívja a magyar király a kunokat, és ismételten megmutatja nekik települési helyeiket, befogadja őket, újabb egyezség születik katonai szolgálataikért cserébe, megkapják a különböző mentességeket, amelyeket most már pogány szokás szerint egy kettővágott kutyára tett esküvel a kun főurak is jóvá hagynak. Az együttélés azonban továbbra sem volt zökkenésmentes. Rengeteg panasz hangzott el a kunok ellen. Ezek a panaszok eljutottak egészen a pápáig. Főleg azért, mert egyházi birtokokra is bebecsaptak a kunok. A pápa elküldte Magyarországra Fülöp felmói püspököt, vizsgálja ki a helyzetet, és mintegy tegyen rendet a magyar király körül, aki ekkor már Kun László volt. Az életmódja erősen a kunokéhoz igazodott, legszívesebben mindig a kunok között tartózkodott, az ő viseletükben járt, hiszen még ebben az időben a kunok még őrizték sztyeppei viseletüket. Fülöp felmói püspök kivizsgálta a helyzetet, és úgy gondolta, hogy ismételt szabályozásra van szükség. Rávette a királyt, hogy a kunok kötelezettségeit, mint befogadott népcsoportét és jogait foglalják törvénybe. Két törvény is született, nehéz volt a megegyezés, az első 1279. júniusában. Ezt úgy is tekinthetjük, mint egy első változatát a kun törvénynek. A második törvény pedig 1279. augusztus 10-én. Ezt a törvényt keresztségi kiváltságlevélnek is nevezzük. Ez az alapja a majd később kialakuló székeknek, közigazgatási egységeknek, meg az autonómiának. A kun törvénybe belefoglalták a kunok települési helyeit, behatárolták területre. Belefoglalták, hogy belső ügyeikben autonómiát, önkormányzatot kapnak. Saját tisztségviselőiket maguk választhatják, saját bíráik
bíráskodhatnak. A Kárpát-medencébe érkező kunok egy jó ideig megőrzik pogány szokásaikat. Főuraik kurgánba temetkeznek lovaikkal, pompás öltözetekben. A régészek feltártak sírokat, tele ékszerekkel, fegyverekkel, sőt, narkotikumokat is találtak. Döbbenetes történetek kerülnek elő a föld mélyéből, a mi kunjainkról. A vitrínben láthatunk egy nagyon érdekes dolgot, egy kerek formájú övcsatot, amin vésett rovásírás van. Eddig ez az egyetlen rovásírásos emléke a kunoknak. Ez bizonyítja, hogy volt írásbeliségük. Ami még a nagyon fontos, akár Otrár, Taraz feltárásánál is feltárták azokat a fürdőket, azokat a közösségi épületeket, iskolákat, azokat a ötvös remek munkákat, ami erre az időszakra jellemző volt, és hát ami sokaknak megdöbbentő, ugyanolyan kőtáblákat, amire rovásírással írtak. Tehát tévedés az, hogy a székely rovásírás egy világtól elszigetelt, teljesen ismeretlen dolog. A rovásírás az Altáj hegységtől kezdve a Dunáig terjedő területnek egy kulturális és egy írásmódja volt, aminek a székely rovásírás csak a legnyugatibb ága. Ez a társaság hozzánk keletről jön, és mindenütt megtalálhatók a steppén. A sírjaik ott kint jámnai kultúrának, vagy gödörsíros kultúrának hívják őket. Na most ezek építették ezeket a, ahogy a 19. század mondták, az földpiramisokat. Az első nagy leletcsoport, amelynél tisztán kirajzolódik a kun sajátosság, az a pogány mudra, még pogány mudra temetkező előkelők magányos sírjainak a köre, ahol teljesen egyértelmű ez a fajta másság. Makacsul ragaszkodnak a szokáshoz, annak ellenére is, hogy ugye esküdtettek arra a befogadó IV. Béla királynak, hogy keresztény módra fognak többek közt élni. Minden a túlvilághoz szükséges eszközzel felszerelkezve indulnak a túlvilági útra. Ebbe az alapvető szükségletbe természetesen beletartozik a ló, beletartozik az étel-ital, beletartoznak az összes szükséges eszközök, férfiak esetében nyilvánvalóan a fegyverek is, nők esetében esetlegesen szépítő vagy háztartási eszközök, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy a túlvilági úton valamilyen módon ki kell fejezni és jelezni kell, hogy nem akárki a túlvilági útra induló, tehát rangját, méltóságát, gazdagságát kifejező ékszerekkel, drágaságokkal együtt indul a túlvilági útra. Ha már egy keresztény kun kerül szóba, ő már így nem mehetett. Tehát ott már meg kellett felelni a keresztény rútus követelményének, oda már nem mehetett úgy, a Krisztus előtt mindenki egyenlő volt, oda már nem mehetett úgy, hogy ő ott páváskodik a viseletét tekintve a sírba. Igen érdekes dologra bukkantak a régészek a kun sírokban. A holttest feje alá ürömnövényt helyeztek. Akkor elkezdett az ember gondolkozni, hogy hát a magyar közmondások között van egy csomó, hogy nincsen öröm üröm nélkül, öröme ürömmé változott. És itt volt a tárgyi bizonyíték. Na most az ürömnek a magyar neve, a korábbi magyar neve Istenfa volt. Na most itt is gyanús, hogyha az Istenfával káromolnak valakit, hogy az Istenfáját neki. A pogány szokásoknak is megdöbbentő bizonyítékaira bukkanunk rá, mint például ételmelléklet. Termékenységi kultusz jeleként sírba tett tojás. Ismerünk olyan sírokat is, ahol egész egyszerűen a kutyát a gazdájával együtt temették. Előfordulnak sírba tett fegyverek is, vagy lovat jelképező lófog kerül a halott mellé, mert hát a plébános valószínűleg nem nagyon viselte volna el, hogyha az egész lovat oda helyezik.
Ez a csengelei lelet 1998-ban került elő az M5-ös autópálya ásatáson. Ez a sírraj, szintén egy egész ló volt a sírban, a sisak, és itt pedig a koponyája és a rekonstruált arca az illető kun fiatalembernek, egy kun vezérnek, és akkor van még egy olyan része a sírnak, amelyik még tovább pontosítja azt a időszakot, amikor eltemethették. Tudnélik, a ló 7 éves korában halt meg, és ez egy tipikus keleti eredetű ló, az középkori magyarországi anyagban az egyetlen arab stelivérnek a csontváza, és hát ez azt jelenti, hogy a kun beköltözés után 7 éven belül kellett, hogy eltemessék az illetőt. Mi, hogyha 1245-46-ra tesszük a végleges beköltözést, akkor ez azt jelenti, hogy a 1250 körül már meghalt ez a fiatalember, és a lovával együtt eltemették. És van egy nagyon szép rekonstrukciós rajz is róla a paripával együtt. Őseink hozták magukkal ezeket a kultikus szobrokat, amelyeket halottaik tiszteletére emeltek. Nagyon sok leírást utazóktól olvastam, amikor például a kijevi sztyeppéken találkoztak hasonló kunszobrokkal idegenek. Leírják, hogy halmot emeltek, kurgánt emeltek, és azon nagyon sok ilyen jelkép volt. Körbekerítették kőfallal, kőkerítéssel, és a kezükbe lévő, a kőszobrok kezébe lévő csészékbe áldozati italt, ételt hoztak. A viselet részletes megmintázása az a régész számára azért nagyon jó és előnyös, mert így azért lehet azonosítani régészeti tárgyakkal is azokat a motivumokat, amik ezeken a szobrokon ábrázolva vannak. Így például a nyakperec, ami a baloldali szobron látható, nem is egy, hanem hármat visel egyszerre. Az nagyon érdekes, hogy mi van az arc két oldalán, tehát a halánték mellett. Ilyen rovátkolt, úgynevezett szarv alakú dísz van, és ez nem egyszerű varkocs, tehát nem egy hajtincset fontak be így, hanem a nagyon nagy számú ezüst karikából alkottak egy ilyen fejdíszt. Ez azt jelenti, hogy legalább 80 darab kellett hozzá, vagy 100. Tehát ilyen nagy számú ezüst karikát fölhúztak valamilyen vékony alapra. Ez lehet akár fa, vagy másból készült, akár egy vendégvarkocs is lehet. És azt erősítették föl a hölgyre. És ebben a leletben megvoltak például ezek a már emlegetett ezüst karikák, nagyon nagy számban, amelyekből egy ilyen fejdíszt lehet rekonstruálni, amilyen a szobrokon is volt. Tehát itt Magyarországon is került elő egy olyan sírlelet, ami azonosítható a kunoknak a középkori női viseletével. Általában ma a régészek már ezt ledőlt állapotban találják meg, de úgy tudják rekonstruálni, hogy arccal kelet felé fordították a szobrokat. Őrájuk jellemző volt az, hogy a halottakat fejjel kelet felé temették el. Ellentétben például a besenyekkel és a magyarokkal, akik nyugat felé. Igazából a kun babákról, kamennája babákról, tehát kőapókról, kőanyókról, ezt először orosz elnevezéssel találkoztunk. Itt Magyarországon nem igazán volt ilyen lelet. Nem találtak. Aztán későbbiekben én azért gondoltam, hogy miért nem volt, úgy nagyjából rá is jöhettem, hiszen itt nem volt kő. Csak fa. Hát ha azt tudjuk, hogy a református fejfák 100 évenként elpusztulnak, teljesen belerohadnak a földbe, hát akkor elképzelhető, hogy 800 ezer év óta nyilván nem maradt semmi a fából. És elsőként, amit én láttam, azt Mándoki Kangur Istvántól kaptam meg. Ez a Balota szállás határában
mondott a pusztán került elő, és itt a lelet nagy része együtt van egy képen. Tehát jobb oldalt fölül látunk egy nyakperecet, egy ilyen kristályfüggőt, egy dísztűt, amit valószínűleg övre akasztva hordtak, akkor mellette két karperecet, és ezek alatt pedig több apró veretet, amelyek valószínűleg ruhát vagy esetleg süveget díszítettek, tehát a felső ruha díszítésére szolgáltak. Száz évvel ezelőtt Péter monostorának hívták ezt a területet, és ez volt a későbbi kiskunsági homokhátságnak a regionális központja a 12. században. Elmúlt 3 évben sikerült megtalálni, minden vállalkozásunkat felülmúlta, amiből tudjuk, hogy itt volt a központ, az iszonyatos mennyiségű leletanyag. Az a hihetetlen építészeti kvalitás, ami ebben a kolostorban mutatkozik, tehát van egy tatárjárást megelőző időszak, ami egy teljesen más életmóddal, teljesen más település szerkezettel, nyilván ehhez kapcsolódóan más régészeti leletekkel jelentkezik, illetve van egy utána következő időszak, amely, hogyha úgy tetszik, egy kicsit azért egyszerűbb. Legalábbis bizonyos szempontból, kicsit talán szegényesebb is régészeti szempontból, mint azt megelőző, igazán gazdagnak mondható Árpád-kori időszak. Na most, hogy miért nincs itt ez a kolostor? Valamikor az 1300-as évek elején, 1200-as évek végén valakik szétbontják. Itt a késői középkorban egy újra települt, de már jelentőségében jóval kisebb falu helyezkedik el, a kolostor már nem áll, akkor itt már csak egy nagy törmelékplac van. Ezt az ásatások egyértelműen bizonyították. És a nagy kérdés az volt, hogy akkor kik is bontották széjjel, hiszen erre azért általában nem szoktunk egyértelmű bizonyítékot kapni. A bazilika és a kolostornak a törmelék rétegében találtunk nagyon érdekes leleteket, ezeket a kengyeleket, ível talpalójú kengyeleket, amely ugye, mint tudjuk, jelentősen különbözik a 13. században a nyugati típusú kengyelektől, amelyek ugye hát egyértelműen látszik, hogy egyenes talpalójúak, egy más lovas kultúrához kapcsolhatóak, ugye ez a nyugati, sarkantyú van, stb. Itt pedig ennél az ível talpalójúnál a sarkantyút ezek a bütykök helyettesítik, tehát ezzel irányítják a lovat, nyilván sokkal finomabb lókultúrát jelent és lóval való foglalkozást, és hát ezt minden régész egyértelműen tudja, hogy ezek bizony nomádokhoz köthetők. Most a 13. században nomádok azok hát egyértelműen a kunok. Ezen a vidéken pedig biztos, hogy a kunok, és innentől kezdve nem is volt nehéz, még egyéb leleteknek az eredményeképpen is meghatározni azt, hogy bizony ezt a kolostort a 1246-ban, illetve valamivel utána visszatelepülő kunok bontják szét. Egyrészt a településen található viszonylag sok buzogány, ugye tudjuk azt, hogy a buzogány mint szó is kipcsak eredetű, és úgy került a magyarba, illetve maguk ezek a buzogányok, ezek bizony a kunokhoz köthetők, és a kunok hozzák be, vagy legalábbis ő általuk terjed el a magyar hadászatban is. És emellett pedig megtaláltuk a kunoknak a földi maradványait, tehát a testük földi maradványait is, hiszen ezek a kunok a kolostor szétbontása közben és után, vagy alatt ugye fölépítenek egy pici plébánia templomot, és köré kezdenek el temetkezni. És ennek a ezeknek a temetkezéseknek egyértelmű jelei azok a kun etnikum jelző tárgyak, sírmellékletek, amelyeket szintén találtunk. Kacag középkori ásatása során, középkori falujának ásatása során Orgonda Szent Miklóson került elő. Selmeci László régész ásta, ő fedezte fel a két beltelkes települést. Különlegessége, hogy a jurta mellett magát a formát megőrizve különféle kerek gazdasági épületek is voltak, még nagyon sokáig, a 19. századig voltak éppen ezek, jellemzőek voltak a nagykunságra. A 16. században Sejh Ali, ez egy török utazó emberke volt, ugye még leírja, hogy tatár ruhában, tatárul beszélő sátrakban lakó emberek élnek Magyarországon.
feltehetően ugye ez a kunokra vonatkozott ez az állítás, tehát szórványaiban bizonyosan fennmaradt még évszázadokkal később is ez az életforma. Ha a kertségeket nézzük, ugye a tanyás településeket nézzük, akkor ez mind-mind erre utal, de nekem meggyőződésem, hogy a Kunságban és az Alföldön ismeretes nyári konyha, ami a ház mellett van, még az is ennek egy csökevényes változata. Most ezen a képen az látható, hogy a házak elég elszórtan álltak, bár nem rendszertelenül, tehát tulajdonképpen egy úgynevezett főutca mentén, ami átlósan húzódik keresztül a képen. A karámnak nevezhető körülkerített helyeken nagy valószínűséggel juhokat tartottak. Sok juhot tartó gazdák is voltak, volt akinek 150-200 juha is volt, tehát nyilván nem mind a 200-at tartották itt a ház mellett, de maga a telekszerkezet azt mutatja, hogy tehát olyan építményeket építettek közvetlen a lakóház mellé, a gazdasági udvaron, amely egyébként tehát a magyar néprajzi ismeretek szerint általában kívül van valahol a legelőkön. Láttuk, hogy a távoli keletről érkeztek a mai Kazahsztán területére azok a népek, amelyek összeállva a Kun-Kipcsák törzsszövetséget alkotják. A 40 ezer Kun kötöny vezetésével megérkezik a Kárpát-medencébe. A keleti harcmodort jól ismerő nép szívesen látott IV. Bélánál. A főurak haragszanak a földjeiket lelegeltető Kunokra. Megölik kötönyt. Ezért éppen amikor legnagyobb szükség lenne a Kunokra a tatárjáráskor, kivonulnak az országból. A tatárjárást követően IV. Béla visszahívja őket. Régészek megállapítják, hogy itt még sokáig őrzik pogány szokásaikat. A katonáskodásért adómentességet, függetlenséget kapó Kunok autonómiában éltek. Éppen ez a szabadság szeretet formálja az Alföld emberét olyanná, amilyen. Viszonylag távolságtartóak, azt hiszem, a Kun emberek, illetve nagyon próbálnak összetartani, és azt hiszem, hogy ez annak tudható be, hogy egy idegen népként kerültünk ide, illetve hát mondják a Kunokra, hogy nyakas Kunok, vagy keményfejű Kunok. A világ ott tökéletes, azon a félméteres sugarú körön belül, ahol én tartózkodom. Ami attól eltér, annyi a hiba a világból. És ez a humorukban egy végtelen kedves és rokonszenves. Egyik ide költözött építész ismerősöm mondta azt, hogy itt a Kun szomszédsági szabályra az jellemző, hogy én a saját udvaromon, saját portámon azt csinálok, amit akarok, a szomszéd is a saját portáján azt csinál, amit én akarok. Tehát van egy olyan, hogy a saját véleményét tűzön-vízen át keresztül viszi. Azért ne feledjük el, hogy a Kun birodalmak fénykorában, a 13. században a legkeresettebb katonák azok a Kunok voltak. Az egyiptomi uralkodóktól az arab kalifákig mindenki Kun testőrséget tartott magának, nem csak Kun László a sajátjaival, mert jellemző volt rájuk a becsület, a hűség és a rendkívüli kitartás. És ezek a tulajdonságok mind a mai napig az Alföldön, főleg a kunsági részeken, az emberekben ott vannak. Tehát nem hagyják a magukét. Ha egyszer egy Kun valamit megragadott a kezébe, addig nem ereszti, amíg a végére nem jár. Petőfi is azt írta, hogy a magyarok legderekabjai azok a Kunok. Maga ez a betyár karakter is egyébként, ez a kinn a pusztában, nádosba eltűnő valaki, ez nagyon hajaz a Kun emberre. A végtelen szabadság szeretet, és mégis valamiféle igazságérzet. Lehet, hogy romantikus, de valami alapja lehetett neki. Na, én ezt hiszem. Kunok rettentő akaratos, és egy azért se nép vagyunk. Nagyon nehéz irányítani a Kunokat, nagyon sok türelem kell hozzá, hogy bármit elérje az ember, de az biztos, hogy közben meg rettentően, ha valami mellé odarakja magát, mint a székelyek, onnantól még nem lehet eltántolítani. Olyan szilárd jellemek vannak itt, ami tényleg csak olyan talajon nőhet, olyan történeti közegben, ahol a maga ura az ember, ahol a maga gazdája, ahol nem nagyon kell meghajlítani a derekát. Erősen szerették, hogy halljon meg a vendég, tehát annyit tegyen, hogy legyen rosszul, akkor büszke volt mindig a gazda, ez a beszéd. Hát azt mondott, hogy köszönöm, hát jól laktam, hát azt még se hallják, hát az magánügy.
Hát itt most vendégség van, itt enni kell, amíg bírod magad. És akkor ragyog a gazda. Ez egy olyan ősi magatartás. Egyéni tudat, egyéni hősök voltak a kunok, ma is azok. Ajtaját, kapuját nyitva tartja, hogy a vendég nehogy valamiért elkerülje a házát. Vendégség alkalmával bélnek nézi. A hatalmas sokfogás után bocsánatot kér, hogy ilyen alkalmatlan és ilyen szerény vendégséget adott. Vendégség után tollakba fullasztja. Akkor a paplanok alá szorítja, hogy onnan ő többet segítség nélkül nem jön ki. Igaz mondó, vastag nyakú, vaskalapos, kálvinista kunok laknak, tehát ami a lényeg, hogy meg a büszke kunok mindig azt mondták. Rögtön ki lesz szólni ki egy kun, kiskun, nagykun, hasonló jellemző, mi igazán soha nem szeretünk oda menni rögtön beszélgetni, nem szeretünk a társaság közepe lenni, kivárjuk szép lassan a sorunkat, megpróbáljuk kiismerni, milyen a másik ember. Nem vagyunk az a kapkodó idegbeteg, és azt, hogy mindenféleképp mi ott legyünk elő, mi szeretjük, hogy az érdemeink szerint kapjuk meg a pozíciónkat. Volt egy éjfél vitéz nevű híres kutya, azért volt két neve, meg két élete volt. Valamikor az 50-es években egy autó elgázolt a karcagon, és új gazdája lett. És ez is olyan tipikus odavalósi történet, hogy egy vásárba összeakadt az új gazda a régivel. És jól összeverekedtek, és pásztorokból bíróságot csináltak a karcagi piacon. Hogy most akkor kié legyen azért, aki éjfélnek nevezte a pulikutyát, és kinn a határba pásztorolta, vagy azért, aki a faluba, a második életébe vitéz nevet adott neki. És azt mondták a két embernek, akinek már vére folyt, feldagadt képpel voltak, hogy menjenek előre egy 100 lépést, és az egyik induljon el a határ felé, a másik meg a falu felé. Addig visszafogták a kutyát. Ők elmentek, és eleresztették éjfél vitézt. És ott ment a nyomukon, megállt félúton, és erre is nézett meg, arra is, és megindult a régi gazdája felé. Így olyan szép történet, hogy ott a nagykunság ebben magára ismer, mert ez a könyv azon a tájon, hát ahogy most mondják, bestseller. Nem az a kapkodó fajta a kun ember, és nem az a szószátjár, hanem úgy megfontolt, átgondolt, ritkán szól, de akkor igen. De ezzel együtt is végtelenül egyenes. Hát nem frázis, ha azt mondom, hogy az ember olyan, mint amilyen a környezete, amilyen a táj, az őt éltető táj. Az Alföld egyenes. Azt hiszem, hogy mi magunk is ilyenek vagyunk. Nehezen hajlik a kun ember dereka. Törni lehet leginkább. Olyan, mint fában a görcs. Úgy nem tűri, ha faragják. Tehát ez persze lehet negatívum is ki, hogy veszi. De egy biztos, hogy most így jellemezik, hogy nyakas, kalvinista, valóban nehezen befogadó. A kunok azok kemények. Nekem nagyapám mindig azt mondta, hogy kisfiam, olyannak kell lenned, mint a föld, amelyiken élsz. Na, itt a Hortobágyi sziken az élet megtanítja az embert a keménységre és az állhatatosságra. Azon nőttem fel, hogy a kunhegyesi kocsmákba micsoda emberek sodródtak el, micsoda verekedéseket rendeztek el, hogy porolták el egymást, hogy éltek a határba, a csendőrt hogy húzták bele a kútba, téli időbe, és utána hogy törték a csontját az illetőnek, és utána miért békültek ki a csendőrrel, mert nagy baj nem történt, csak tüdőgyulladás és csonttörés, de hát ott azon a vidéken ez nem volt komoly baj. Kényelem szeretők, rátartiak, büszkék, a szomszédos, jobbágyi alázatú népek keresztet vetve emlegetik ezeket a büszke úrhatnám kunokat. Hát és akkor még a leányokról még nem is beszéltünk. Hát ezzel a nagy szabadságukkal a keresztény Európának gondolom hoztak valami frissületet.
Minden esetre Köpcses, Mandula, Zsédua híres nevezetes szeretői voltak László királyunknak, Kun Lászlónak. Filmünk első részéből kiderül, hogy a távoli keletről érkeztek a mai Kazahsztán területére azok a népek, amelyek összeállva a Kun-Kipcsák törzsszövetséget alkotják. A 40 ezer Kun kötöny vezetésével megérkezik a Kárpát-medencébe. A keleti harcmodort jól ismerő nép szívesen látott IV. Bélánál. A főurak haragszanak a földjeiket lelegeltető Kunokra. Megölik kötönyt. Ezért éppen, amikor legnagyobb szükség lenne a Kunokra a tatárjáráskor, kivonulnak az országból. A tatárjárást követően IV. Béla visszahívja őket. Régészek megállapítják, hogy itt még sokáig őrzik pogány szokásaikat. A katonáskodásért adómentességet, függetlenséget kapó Kunok autonómiában éltek. Éppen ez a szabadság szeretet formálja az Alföld emberét olyanná, amilyen. Korabeli magyarokat is nagyon foglalkoztatja a keletről érkezett új pogány népcsoport. Így legendák születnek. Az egyik leghíresebb a Szent László legenda. Itt például pont egy ilyennek az ábrázolásáról van szó, ami még Szent László király korában történt. A kép az a Képes krónikában van, és nagyon zseniális módon a festő egyetlen egy képen sűríti össze azt az egész jelenetet, ami a legendában is egy féloldalas leírás. Abban az időben kezdték el megfesteni magyar templomokban, nagyon-nagyon sok templomban, hát amit most ismerünk, az is körülbelül egy olyan 50 templom, amiben ez a Szent László legenda jelenet le van festve. Ez Erdélyből szintén az egyik leghíresebb, a Székely-Derzsi falfestmény. A Székely-Derzsben vagyunk egy unitárius templomban, ami Hajdaná katolikus templom volt, akkor is festődött a freskó 1419-ben. Az első része, a várból való kivonulás, az sajnos nem látszik, mert ráépült a kar. Utána jön, amikor észreveszi Szent László gyárából a Kun egy magyar lányt, üldözésbe veszi, utoléri, és a lány segít neki, mert belevág egy dárdával a Kunnak a lábába, és akkor végül az elesett Kunt a lány fejezi le, Szent László hátra húzza a hajától fogva, és akkor jön az a kép, hogy megpihennek. Tehát ilyenkor a harcolt királynak a fejében néz a lány, tehát pihenés, vagy még fejbenézésnek is szokták nevezni. Itt tulajdonképpen a pogányság és a kereszténység harcáról van szó, hát ennek van egy ilyen jelképes tartalma.
hiszen Szent László az a magyar történelemben, a magyar hagyományban a lovak király, aki megvédi nemzetét a pogányoktól. Feljegyzések szerint nem csupán legenda, hogy a kunok szerettek távolról hozni maguknak feleséget. A nomádoknál alapvető íratlan szabály volt az, hogy mennél messzebbről hozunk feleséget, illetve csődört, annál jobbat teszünk a gazdaságunkkal, meg a családunkkal. Ez így volt náluk is, hogyha az ember Nyugat-Kazaksztánba jár, vagy az északi részeken, akkor nagyon sok kunságihez hasonló arcformát vél felfedezni. Jellemző ez a széles jároncsontú arcberendezkedés, mert ugye a mai kunok, illetve akiket mi már a Kárpát-medencei kunokként ismerünk, azok a kunok alacsony növésűek voltak, tehát nem túl magasak, pontosabban így fogalmaznék. Nem túl magasak, barna szeműek, barna hajúak és széles jároncsontú emberekről van szó. És hát az arcokat a fényképek nagyon jól mutatják. Én Almatiban is láttunk olyan arcokat, mintha szinte itt a szomszéd városból vagy az utcáról láthatnánk embereket, szinte éppen csak meg nem szólítottuk őket, hogy Jóska bácsi mit keres itt. Érdekes élmény volt, amikor én először 1996-ban voltam Kazasztánban, és a csapattal, akivel utaztunk, volt egy játékunk, hogy keressük azokat az arcokat, amikor mentünk az utcán, vagy egy rendezvényen voltunk, akikről el tudtuk volna képzelni, hogy itt a nagykunság beél. Azt játszottuk, hogy hoppá, ez egy kunmadarasi kőműves, ezzel lehetne találkozni, ez biciklizett kisújszálláson, tehát az arctípusban nagyon sok hasonlóság van. Annyit leszámítva, hogy az ázsiai jelleg a kazakokon sokkal jobban kihangsúlyozódik, hiszen náluk nem egy tatárjárás volt, hanem a mongol birodalom részei voltak, és a mongol felülrétezettség sokkal erősebben látszik a kazakokon, és nekünk ez egy nagyon jó szórakozás, nagyon jó játék volt, hogy felfedeztük az ismerős vonásokat, az ismerős arcokat kazak embereken. Látva ezeket a képeket, a magyarországi kunok nagyon hasonlítanak a kazaksztániakra. Nem csupán az alkatuk, hanem az arcvonásaik is. Persze a kazakok jóval mongoloidabbak. De még velem is esett meg, hogy erről komoly vitába keveredtünk egy szomszédvárossal. Igaz, hogy 50 kilométerre hozzánk, de amikor én oda szobrot csináltam, akkor felszólalt egy képviselő a testületből, hogy hát hogy lehet az, hogy nekünk Mindszenti József szobrát egy kun csinálja meg, ráadásul kálvinista. Hát, mert miért? Aztán elmondták, hogy miért. Hát azért, hogy mi mindig ellenségben voltunk ezzel a várossal. Évszázadokon keresztül. Tehát miért voltunk ellenségben? Azért, azt mondták nekem, mert ugye erről én nem hallottam annak idején. Azért, mert annak idején, mikor a kunok ide beköltöztek az 1200-as években véglegesen, akkor a kun fiatalemberek ide jöttek át hozzánk, és innen a legszebb lányainkat vitték el menyasszonynak. Hozzájuk elrabolták, és ezért máig haragszunk rájuk. Hát persze én kibékítettem őket, mert mondtam, hogy hát akkor most én hadd szóljak valamit, hát hogyha a legszebb lányaitokat elhozták a mi apáink, akkor azok lehettek a mi anyáink. Hát akkor inkább rokonok lennénk, nem? Hát aztán így is kibékültünk. A nyelvészek kimutatták, hogy a magyar nyelv szókészlete három rétegből áll. A legalsó a honfoglalás korabeli szavakra épül. Aztán következnek azon szavak, amelyeket a mi kunjaink hoztak a Kipcsák törzsszövetségből. És ezt követte a legfelső réteg, amely a török hódoltság idejéből származó nyelvemlék. Ma már igen nehéz pontosan beazonosítani, hogy mely szavakat hozták magukkal a mi kunjaink. De egy nyelv sose tűnik el nyomtalanul.
rengeteg nyomot hagyott a magyar nyelvbe, amelyet aztán az elmúlt 100 év kutatásai előhoztak. A legarchaikusabb réteg ebből nyilvánvalóan a földrajzi nevek rétege, hiszen a helyiségeket, a vizeket, dombokat, kunhalmokat a saját nevükön nevezték el, és ugye így ismerjük a Bengecsek halmot, a Kormáncsok halmot Karcak határában, ott ahol 63 kunhalmot regisztrált 1921-ben még Györfi István. A régészeknek köszönhetően azt is tudjuk, hogy a kunhalom temetkezési hely, amelyet Kazahsztánban kurgánnak hívnak. A kurgán egy olyan türk, vagy török szó, amit a magyar nyelv is átvett. A magyar nyelvben a kurgán kórhányként szerepel. Ráadásul van olyan nyelvi adatunk, ami még azt is bizonyítja magyar nyelvben, hogy a sírhalom volt, mert van ilyen, hogy kórhányhalom. Tehát ez a kurgán, az sírhalom. A települések neveiket jó részt a nemzetségek családneveiről kapták. Mint például Bodoglár, vagy Tázlár. Bodoglár ugye azt jelenti, hogy ágak, sarjak. Ezek a lár végződésű nevek ugye általában nemzetségnévre utalnak. Nekem nagyon jó érzés volt, amikor én, mint karcagi, úgy nőttem fel, hogy megtanultuk, hogy mi a karcag szónak a jelentése, ez pusztai róka. Ez kazakul karszak. És 97-ben, amikor én kint tanultam, kimentem az almati állatkertbe, és hát megnéztük a ragadozó állatokat, és én mentem megkeresni a pusztai rókát, egy kis testű ragadozó, egy rókaféle, és ki volt írva, hogy karszak. És nekem jó érzés volt, mert az én szülővárosomnak a nevét összetudtam kötni avval az területtel, azzal a nyelvvel, és láttam is, hogy tényleg ez egy valóságos, ma is élő, nem egy mitikus állat, amiről az én szülővárosomat elnevezték. A névmágia tipikus esete. Miért adtak egy ilyen nevet a gyereknek? Nyilván azért, hogy annak a bizonyos állatnak a tulajdonságát viselje. Ez a karszag, egy nagyon ronda kis állat egyébként, egy kis ravasz kis róka. Nálánál nagyobb állatot is el tudta ejteni, mert úgy tett, mintha halott lenne, és amikor oda ment a nagy állat, akkor gyorsan torkon ragadta. Kötönykán neve. Kötöny ülepet jelent. Ami hát egy lovasnomád népnél nem akármi, nyilván olyan értelemben is, hogy ülje meg azt a lovat, jól az a gyerek, azért kapott ilyen nevet. Külön érdekesség, hogy a mai napig létezik Kazahsztánban a köten, azaz a kötöny név. Ugyanakkor más népeknél nincs ilyen név, csak a magyaroknál. Nem csupán a nevek bizonyítják a kunkipcsák gyökereket. A népi élet, az állattartás, a mezőgazdaság sok-sok területén hiába magyarosodott el nyelvileg ez a kuntömeg, bizonyos szavakat megőrzött eredeti nyelvéből. A daku lényegében egy nagy kabátféle. A kamcsi, az ostor, az ökörhajtó ostor neve, vagy a barág, a kutya neve. A nyelvészetben az eredet bizonyítási eljárás precíz és bonyolult. Ezért rengeteg szóról még nem bizonyított, de avatatlan fül számára is meglepő a hasonlóság. Komoly rádöbbenés volt részemről, amikor én kint Kazahsztánban egyetemista koromban tanultam a kazak nyelvet, hogy számtalan olyan szó van, rengeteg. Egymás után minden nap találkozik az ember olyan szóval, aminek a jelentése ugyanaz a magyarban is, ugyanaz a kazakban is, és nagyon sok olyan szó van, aminek egy kicsit a jelentése már megváltozott, de visszakövethető abból, ami a kazak nyelvben van és a magyar nyelvben is. Garmadával vannak ilyen szavak, és én meg vagyok győződve, hogy ez a rokonságnak nem a néhány évszázados együttélésnek köszönhető. Én két csoportra venném ezeket a szavakat, mert vannak, amiket tanultuk még általános iskolában történelem könyvekbe. Ez az alma, anya, balta, szakál, de én nem ezekre a szavakra hegyezném ki a hangsúlyt, mert nagyon sok olyan szó van, ami a magyarban is benne van, de a törökországi törökben nincs benne, és mégis a közép-ázsiai török nyelvekben, mint a kazakban is benne van. Rengeteg ilyen szó van, én például a sátor, a kút, kicsi változással, kiejtés változással van, mert a sátor az sátr. Sátor. A kút az kuduk. Kuduk.
És jó, persze a törökben is a tyúk, a tauk. Kok. Az anya, az ana. Ana. Az apa, vagy az atya, az ata. Apa, ata. Nagyon sok ilyen szó van, és vannak olyan szavak is, aminek kicsit megváltozott a jelentése, de vissza lehet következtetni a szó eredetére, mert van az öl ige a kazak nyelvben. Az öl ige nem az, hogy valaki valakit megöl, hanem az a halált jelenti. A legösszefüggőbb szövegemlékünk azért az kunimátság, a kun mi atyánk, ami a 16. században keletkezett, akkor, amikor már meg kellett telepedni, amikor már keresztény hitre kellett térni. Nyilván meg kellett tanulniuk az úr imádságát, de hogy értsék is, hogy miről van szó, hát ekkor fordították kun nyelvre, és ennek bizonyos töredékei megmaradtak. Bizingatamis kimszinkökte. Szen lészen szenin adindus szűn szenin köklünk. Ne csikkim zserde alaj kökte, bizimek meimizni, mert bizgebb büdbütünkünde. Ilt bizim minimizni, ne csikkim bizde jermizet rükelgenge. Ilt me bizi olcamanga, kutkár bizi olcamannan, szent bárszín buköcsli bucsin, íki tengri. Ámin. Gyönyörű szép. Velencében a Márcsána levéltárban őrzik, sőt, éppen restaurálják a kipcsákok legnagyobb és legkorábbi nyelvemlékét, a Codex Cumanicust. A kun nyelv igazi megismerésében áttörést hozott, és azt kell mondani, mai napig a legfontosabb forrásunk a Codex Cumanicus, vagy Kun Codex néven ismert forrás. Ez az unikális kézirat a velencei Márcsána Márk könyvtárban volt. Mint ahogy látni is lehet, egy kisméretű kódexről beszélünk, amely egy korábbi példány 1330-as évbeli másolata. Két részből áll. Az első rész a kereskedők kézikönyve, másnéven tolmácsok könyve nevet kapta, illetve társalgási könyvként is emlegetik, mely rendelkezik egy lexikon résszel, ahol szerepelnek igék, nevek. Valójában egy szótár segítség utazáshoz, egy használati útmutató a gyakorlati élethez. Ennek a tolmácsok könyve résznek lényegében a fő fejezete egy glosszárium szójegyzék, elég terjedelmes, amely a korabeli beszélt olasz nyelv, utána perzsa és végül a török vagy kun szóalak, és mindez persze latin írásban, mert olaszok, németek, európaiak számára készült. Érdekesek benne a szótári részek, melyek felhívják a figyelmet a hétköznapi, mindennapi szóhasználatra. Például találhatunk asztallal, evéssel kapcsolatos kifejezéseket, az étkezés kifejezései, konyhai eszközök, illetve vannak oldalak, melyek mesterségekről írnak, amelyekkel szembesülhettek utazásaik, vándorlásaik során. Például a cipész, kovács mesterség. Durante i viaggi, quindi il mestiere del calzolaio, del fabbro, ma anche qualcosa che. Ezeknél fontosabb volt viszont a fűszer felsorolás, mely kifejezések ismerete elengedhetetlen volt az egyes országok közötti kereskedelem lebonyolításához. Az első része a kódexnek egy általános szótár, egy szókönyv, mely igékkel és nevekkel kezdődik, latin, perzsa, kun nyelveken. Például honoró, tisztelem, honorávi, tisztelt, honora, tisztel, az igék ragozásával foglalkozik. A másik része, ami úgy hívnak, hogy a hittérítő könyve, ez egy sokkal összetettebb, sok füzetből, sok korban készített kis könyvecske, amelynek a fő célja az volt, hogy hittérítés, tehát a keresztény hittérítés céljából összeállított szövegek, hogy a kunok keresztényre térítését segítse. És a másik részben még egy hallatlanul fontos fejezet van, amely kun találós kérdéseket tartalmaz fordítással, amely szintén a mai török folklór számára is hallatlanul érdekes, ugye 13-14. Századi találós kérdések.
Első Lipót magyar király nem tekinti érvényesnek a kunok kiváltságait, és eladja a Jászkun területet egy német lovagrendnek, majd a pesti invalidus háznak. Az osztrák-örökösödési háború kitört, és a királynőnek pénzre és katonára volt a háborúhoz szüksége. És ehhez elsősorban számított a kunokra. 1745. május 6-án kelt Mária Teréziának az az oklevele, amiben visszaadja a jászkonság önrendelkezési jogát, és ez egy óriási dátum, egy óriási jelentőségű dolog volt, mert megindulhatott az élet úgy fent, egy másfajta, egy jól szervezett, egy erős parasztpolgári társadalom kibontakozásának lehetősége nyílt meg a redemcióval. A királyt, ha valaki szitta, azt például éppen a kunok nem szerették, mert a szabadságukat onnan kapták. Tehát az, hogy ők szabad királyi városokba élhettek, egybe adóztak, és nem volt nemes úr a fejük felett, ez nekik az egyik legnagyobb örömük és büszkeségük volt. Fogalkörömmel ragaszkodtak ehhez. Ha valaki a bálba nem jól viselkedett, először felszólították, következőleg valamit elkövettek, akkor megszavazták, hogy annak a családnak ki kell ebbe a vásba vonulni, kifizették az épületét és a pandurok kivezették. Az a kúnok magyarországi történelmében egyik legszebb pillanat, mikor eladták őket, már nem tudom hány rénes forintért, egy bajor hercegnek vagy kinek, és ezek a redemció alkalmával összefogtak, és a gazdák zsebből megváltották újra a szabadságukat. Maga a szó ugye megváltakozást jelent, tehát arra utal azért ez a szó, hogy nem csak úgy jótéteményként adta Mária Terézia a kunságnak az önrendelkezés jogát vissza, hanem ez bizony keményen megfizettette, meg kellett vásárolni. Abban az időben nem igen újságolvasó nép volt ez. És hogy 6 kunsági város összejárjon egy ügybe, és mélyen a zsebébe nyúljon mindenki, hogy szabad lehessen, ez a magyar történelemnek nagyon fényes pontja. Ettől kezdve virágzott fel ez a vidék, kialakult és megerősödött az a parasztpolgári társadalom, ami aztán a hagyományok letéteményese volt, őrzője volt, átörökítője volt, mert azt azért mondanom sem kell, hogy paraszti társadalomról volt ugyan szó, de számos elemét megőrizte a kun műveltségnek. Pontosan azért maradhattak meg ezek, mert hogy zárt volt a társadalom. Utóbb azt is mondták, nem az a kun, akinek kun nevem van, vagy itt született, ott született, hanem aki a megváltáskor a zsebébe nyúlt. Úgyhogy a kun identitásban ez például nagyon sarkos elem. Ismét visszakapták a kunok függetlenségüket. Saját maguk ítélkeztek saját maguk felett. Helyi vezetőik az úgynevezett kun kapitányok voltak. Választottak egyrészt a nemzetségi, a területi kapitányokat, és az egyes településeken, amelyeket a kunok szállásnak neveztek, az egyes szállásokon is választottak kapitányokat. Tehát volt egy nagy kun kapitány, volt egy kis kun kapitány, és volt egy jász kapitány. E fölött állt a jász kun kapitány, mint következő lépcső, és a közigazgatási rendben az őt követő a nádor volt. A nádor pedig ugye a legfőbb hadúr az uralkodó mellett. Mivel a török felvonulási területe elsősorban a Duna-Tisza közén volt, a nagyobb pusztítás itt keletkezett. Sokkal kevesebb maradt a népesség. A kevesebb kunokból alakult ki az egrévár összeírásába a kisebb, a kis kunok megnevezés, és vált ez később népcsoporti, igazgatási egységé, és napjainkban már tájegységi megnevezésé. Ahol többen túlélték a török pusztítást a nagykunság területén, ők voltak a nagyobb kunság, a nagyobb kunok, a nagy kunok. A pogányként érkező kunok, mint azt a régészeti leletekből tudjuk, nehezen találtak magukra a katolikus hitben. Évszázadokig tartottak néhány pogány szokást.
A reformációban is magukra ismertek valahogy. A katolikust úgy tűnik az írásokból, egy kicsikét nehezen vették a nyakukba. A reformátust azt úgy ott jobban magukra ismertek. A hófehér falakba, és egy kicsit, mintha a misztikumtól idegenkedtek volna. Valamiféle örök józanság vette őket körbe. Itt most persze az általánosságnak a sikamlós mezeim vagyok. Mert például édesanyám a katolikus templom iránt hatalmasan érdeklődött. Ő például mindig, amikor tudott, kisleány korában a katolikus templomban mindig azért szaladt be, mert ott annyi aranyozott levél, meg virág volt, alig tudta a szemét levenni. Azt mondta, olyan boldog volt, mintha mennyországban lett volna. Úgyhogy, hát lehet, hogy ez ilyen elvonási tünet volt. Különben hát a katolikusokat ők tepsinvitorlázottnak mondták, hogy hát azok tepsinvitorláztak ide be, és jéghónaljú mind, mert ott a vendégség mindig szerényebb volt. A Kunságban a vendégség az abból állt a többek között, hogy mindenét odaadta. Tehát úgy vágta le a malacot, hogy ha lehet, ne maradjon. És ha nem fogyott el, koldust rángatott be, csak egyen. Tehát az első a dicsőség. Nem baj, ha leszegényez, csak érezzék, hogy te szívesen adsz. De nagyon jeles volt a nagyapám, a Tanka Gábor, mert annakhoz végleg semmilyen nem maradt. A Kunok ruházatukban is az egyszerűségre törekednek. Tiszta, vonalas minták jellemzik díszítésüket. De az öltözködésnek is különféle történeti rétegeit ismerjük. Nyilván, amíg a lovasnomád életforma élt, addig annak megfelelően kellett öltözni. A keletről hozott, a lovas kultúrában szokásos, bugyogós, kaftános, tehát nadrágos öltözködés volt jellemző a nőknél is. Nagyon őrzik a viseletet a kun szobrok, amelyek a világ számos múzeumában vannak. Én is azokról vettem a példát. Ezek többnyire katonai öltözékek, elsősorban a kun katonák, harcosoknak az öltözékei. Ezek nagyon hasonlítanak a keleti nomád, a sztyeppei harcosoknak a viseletére. Az első ránézésre szinte alig lehet megkülönböztetni másokétól. Az, hogy kun süveg van, a harcos süveg, hát ebből is alakult a civil kun süveg tovább, de ezek a sisak, kun sisak találtak is. Például a legszebbet azt Szeged mellett a Csengelei leletbe, egy lovas kun leletbe. Voltak éppen a 18.-19. századi kun süveg formája szinte nem is változott. Tehát ez az egyetlen olyan viseleti darabunk, aminek a kontinuitását pontosan lehet igazolni, lehet nyomon követni. Addig maradt a kunsüveg használatban, amíg a kalapviselet a 19. században ki nem szorította. Itt pedig IV. László, vagy másképpen Kun László királyt a képes krónikából. Az ő viselete is szintén az illető alak jellemzése miatt. Ez egy kun viselet, persze azért, mintha lenne valami nyugatias része is a viseletnek, például a lábbeli, de a kaftán meg a süveg az mindenképpen a kun viseletre jellemző. Bizonyos kulturális elemek tovább éltek a sztyeppei életmódból, ezt bizonyítják a képes krónikában megfestett kunokat ábrázoló különböző képek a kun viseletről. Állítólag a kun viselet még a 14. században is szinte divat volt a magyar főurak között. Ezt bizonyítják a különböző freskók, elsősorban az erdélyi templomokban, Mögözön, Székelydelsen, ahol kun viseletben látható a kun harcos. A kunnak a fegyverzete az teljes egészében hiteles. Egy látható, hogy az oldalán függ egy íjtartó tegez. Ez az úgynevezett készenléti íjtartó, amit a kunok terjesztettek el Európában. Ez az eurázsiai sztyeppe vezetnek egy valószínűleg egy ilyen 10. századi találmánya volt, és ezt a kunok hozták magukkal, tehát felajzott formában lehetett beletenni az íjat, és ezáltal sokkal gyorsabban lehetett használni harc közben. A régészeti leletek szerint a pártaöv fontos kelléke a kun férfiaknak és asszonyoknak egyaránt.
a párta, az maga a szó, az asszonyi viselet, pontosabban lányka viseletnek gondolná mindenki, de ez nem csak így, az is egyfajtája nyilván, de a párta az valójában valamit körülfogót jelent. Tehát az asszony népnek is volt párta övje, amit a derekára tett, és a fontos dolgait, hiszen ami kellett, azt az ember magán hordta. Ezen volt a tűzkészség, ezen volt a főzőeszköz, a tű, mindenféle fontos dolog, ami kellett. A férfiaknál ugyanígy. A párta öven hordta a fegyverét, nyilván erre akasztotta ő maga is a tűzkészségét, a kova, tapló, kunerszénynek mondják, pásztorkészségnek mondják a kostyögzacskót, a hozzávaló kovát, taplót, ami a pásztorkultúrában hát egészen napjainkig megmaradt. Ez a terület egy nagy vizes terület volt, kis száraz foltokkal, szárazulatokkal, mocsaras területtel, ahol meg lehetett települni, és megtelepültek a kunok. Ugye egy tömbbe telepítette le Béla király annak idején a kunokat, és majd ugye a Tisza szabályozását követően ez a terület akkor vált teljesen pusztává, teljesen olyan területté, ahol ugye a szík előjött, és egy kicsit ez a szík jobban megedzette az embereket is, hiszen egy szikes pusztán azért elég nehéz földműveléssel foglalkozni, leginkább csak legeltetésre, legelőként volt alkalmas ez a terület. Az állattartás az, ami legjobban odaköt bennünket Ázsiához. És nagyon érdekes, hogy az egész kultúránk, az állattartó kultúránkon belül a legtöbb azonosság az bizony a lótartás eszköztárából, technikai megoldásaiból maradt fent. 2000-ben a Mongol Altájban voltam kint, és visszajöttünk egy lovaglásból, a jurta mellett megálltunk, és kötöttem meg a lovat, és megfagyott a vér bennem is, meg a kazak barátomban, mert ugyanaz a mozdulat volt a ló megkötésében. Ezt ugye úgy hívjuk nálunk, az Alföldön úgy ismerik, hogy kunkötés, a kazakok kürmeleúnak mondják. Ez a lókikötési módszer, ez a világon sehol máshol nem ismert, csak a török és mongol nyelvű lovas nomádok körében. Magyarországon is a Dunától nyugatra, Erdélyben, a felvidéken ez a megkötési mód ismeretlen. És milyen érdekes ez, hogy majd 8 évszázadon keresztül ez a mozdulatsor, mert nem csak az, hogy a maga a kötés ugyanúgy néz ki, hanem a mozdulat sora ugyanaz, ez nemzedékről nemzedékre, kint tőlünk 7-8 ezer kilométerrel keletre is ugyanúgy fennmaradt, mint itt Magyarországon. Így, tehát ugye ennek a kötésnek az a lényege, hogy a megkötött lovat bármikor egy mozdulattal ki tudjuk oldani és tudunk vele menni. Az ételek alapanyaga és elkészítési módja is bizonyíték a kunok keleti eredetére. A kazakoknál a legkedvesebb étel a bespármak. Ez egy főtt birkahús, és hogyha valaki eljön Karcagra, vagy valamit hallott Karcagról, akkor tudja, hogy a főtt birka pörköltet a karcagiak is nagyon kedvelik. Annyi a különbség, hogy a kazak ételekben a piros paprika, ami néhány száz évvel ezelőtt jelent meg a magyar konyhába is, ott szinte ismeretlen, nem használják, de az ízvilág, az ízésvilág nagyon hasonló. Tradicionális kazak kurdakot készítek éppen. A kurdak birkából készül. Van benne még tüdő, szív és máj, hagyma és krumpli is. Az edény is tradicionális, ahogy mi mondjuk, kazán. A kazakok fő eledele a birka, de sok finomságot készítünk lóból is.
ügyét vele. Állattartó nomád népként érkeztünk, őseink azok azt a pusztai kultúrát hozták magukkal, amely ma is eleven Kazasztánban, Mongóliában, Nyugat-Kínában, és itt a birkahúsnak, a juhúsnak kiemelt szerepe van, ünnepi étel. Ott a eurázsiai sztyeppen épp úgy, mint ahogy nálunk is, és az elkészítés módja az, hogy a jószágot az pektisztítva, szépen apróról összevágva az egész birkát főzik meg. Az évszázados hagyományt jelent ünnepi étel, keresztelők, lakodalmak, családi összejövetelek, névnapok, születésnapok elengedhetetlen kelléke. Sokféle tájegységen sokféle étel a fő étel, van, ahol a halászlé, van, ahol más. Nálunk ugye az a mondás járja, hogy a birkában nincs szálka, ezért nyugodtabban lehet enni. Talán ez is a birka mellett szól. Azon túl, hogy alapvetően a tájegységnek az adottsága az a birkát hozta magával, mint főétel. Valóságos birka pörkölt felhő lengébe a várost hétvégén délelőttönként, hogy nem tud az ember olyan utcába, olyan városrészbe menni, ahol ne érezni azt, hogy itt egy birka újra átadta a lelkét a teremtőnek. Nekem az egyik nagy élményem az volt, idézőjelben, amikor Budapestre kerültem egyetemistaként, és elkezdtem az egyetemi tanulmányomat, és akkor itt szembesültem azzal, hogy van olyan ember, aki nem szereti a birkát. Ez teljesen, hogy mondjam, megrázott, vagy sok volt ez az élmény. Egyszerűen nem is értettem akkoriban, hogy hogyan tudott ez az ember éhen nem halni, hiszen ha nagykonyságban nőtt volna föl, valószínű, hogy többször maradt volna üres a tányérja. A birkafőzés hagyománya immáron hungarikum is. Nem véletlen, Karcagon és környékén mindig birka pörkölt az ünnepi menü. Itt már 18 km-re alálébb Kunmadarason üstbe főzik a birkát. Ha lemegyek délre fele, Bucsán, már bográcsba főzik. Turkevén szintén 30 km, 15 km-re már bográcsba főzik a birkát. Karcagon az a jellemzően öntött vas kasszolyt használunk. Egy kasszoly, egy egész birka. Ugye mi bográcsba főzzük, és mi nem, mint a karcagiak, nem nagy fa lapáttal kevergetjük, hanem egy eredeti Kunszer Miklósi rázásos technológiával mi semmiféle kanalat nem használunk, maximum a kóstoláshoz. Ez a mi városunkra jellemző dolog, hogy így derűre, borúra mindig birka pörkölt van. Megmondta az öreg atya vagy az öreg anya, mikor már a halálos ágyán volt, hogy ha a tort ülitek, birkát főzzetek. Ugye a pásztoroknál mindig lehetett birkát szerezni, mert ugye a pásztornak, a juhásznak mindig csak a birka bőrével kellett elszámolnia. Az meg, hogy mikor sántult le egy birka, az szintén csak a juhászok múlott adott esetben. A birkafőzés mindig a lakóba kezdődik, amikor a főző ember kiválasztja az általa megfőzendő birkát. Az én birkáim sziki legelőn legelnek. Hát azt mondják, hogy az a legjobb birka pörkölt, tehát abból lehet legjobbat főzni, ha még széken legel. Levágjuk a birkát, először megnyúzzuk, utána részekre bontjuk, utána feldaraboljuk, utána a kasztrolj alját zsírral kikenjük, rárakjuk a húst, utána hagyjuk pörkölődni, még levet ereszt, utána fokhagymát rakunk rá, paprikát, és utána sóval és paprikával ízesítjük. Tehát addig pörköljük, ha még el nem veszti a hús színét, és egy ilyen szép szürke színtől, és akkor már föladja hát a saját levét és a saját zsírját. Amikor ilyen stádiumba került, hogy már látjuk, hogy feljött a zsír, akkor rakunk rá színes paprikát. Mert ugye a forró zsírosszöveiben ugye a színes paprika feloldódik. És megfelelően fogja nem csak ízesíteni, hanem színesíteni is a pörköltünket. És akkor elmondom, hogy eddig még a birkahús van benne, a perzselt köröm van benne, a perzselt bőrök, és a perzselt farok, a szíve, majd a belsőség még ezután megy hozzá. Ez körülbelül egy 4-5 éves jószág volt. Megpróbálunk ízesíteni, először egy kis vöreshagymával, még fokhagymával,
és akkor kezdődnek az illatfelhők. Nem egyszerre ízesítünk, hanem szép fokozatosan, mert az öreg aranyszabály mindig azt mondta, hogy kivenni már nem lehet belőle, de bele még lehet tenni. Ha csak a hagyományos fűszerek vannak benne, akkor bármilyen meleg lehet. Én ezt a pörköltet, hogyha megfőzöm és kiteszem a napra, ennek a pörköltnek semmi baja nem lesz. Legjobb, amire mindig azt mondjuk, hogy meg lehessen különböztetni, hogy nem tejbe grízt fogyaszt az ember, egy kis valódi csípő és paprika is belekerül. A karcagi birka pörkölt jellegzetessége ugye a birka fej, amit csak a mi vidékünkön tesznek a pörköltbe. Ezt a fejet, ugye amikor leválasztottuk a testről, meg kell, hogy perzseljük ahhoz, hogy belekerüljön az ételbe. Leválasztjuk az állát a megperzselt fejnek, majd levágjuk a szem előtti orrészt, az így nyert koponyát kitisztítjuk. Most segítesz egy picit. Ugye paprikával befűszerezzük a velőt. Van, aki kiveszi, mi nem szoktuk kivenni, mert ugyanúgy átjárja ez a zubogó szaft az agyat, és szépen így jobban áll a velő a fejbe. Egy kis sót is teszünk hozzá, bőségesen lehet ilyenkor adagolni, mert ez úgyis még kifő, annyi marad benne, amennyire szükség van. Majd egy spárgával ezt jól átkötjük, ebbe a kis lyukba bele helyezzük a fejet, és akkor itt fog főni. Egy jó birkának legalább 4 óra kell, 3,5-4 óra kell ahhoz, hogy megfőjön tisztességesen. Az igazi birkapörköd az, amikor a zab külön válik a zsírtól, tehát szépen a zab leül a tányér szélére, és akkor mindegy film réteg rátelepszik a nagyon szép piros szélő, vagy az öröszi mikát zsír, tehát az az igazi birkapörköd. A jó fejet az kapja, aki a leginkább méltó arra, ez egy tiszteletbeli dolog, egy tiszteletbeli falat, egy gesztus a messziről jöttnek, a leginkább idősnek, annak jár, akit megtisztel a társaság, aki a legkiemelkedő, és szétosztja a körülötte ülőknek, majd továbbadja. Elvileg a juhfejből mindenkinek jár, csak nem jut. Az első kazasztáni nagykövet, aki Magyarországra akreditáltak, elvittük egy ebédre. Itt Karcagon, és hát ugyanúgy a jó karcagi birkapörköltnél a fej is felszolgálásra került, és megkérdezte a nagykövet, hogy hát ez azért csináltuk-e, mert tudjuk, hogy a kazakok is megfőzik a fejet, és ezzel kínáltuk, és a vendég tiszteletére, és mondtuk, hogy fogalmuk sem volt, hogy a kazakok is feltalálják a vendég elé, mint finom falatot a birkának a megfőtt fejét, hanem ez nálunk is szokás. Ha ide érkezik valaki távolról, meg is csodálja azt, hogy ez a hagyomány nálunk is megvan, asztal főre a vendég elé hozzák a fejet, például a mennyasszonynak a lakodalomba viszik a pörkölt közé, szépen belerakva a farkát, a birkának. Ez egy rituális szokás, a jelenség, tehát ez a termékenységnek a szimbóluma. Két részes filmünkből kiderült, hogy a hunok vitathatatlanul keletről, a mai Kazahsztán területéről jöttek. Fontos kéne legyen nekünk magyaroknak ez a gyors ritmussal fejlődő ország. Többet kéne velük foglalkoznunk. Én azt vettem észre, hogy számukra fontosabbak vagyunk, mint ahogy nekünk, magyaroknak ők. Ez lehet, hogy betudható annak, hogy a Magyarország, amikor idegen elnyomás alatt volt, nem örültek az akkori hatalmak annak, hogyha akár távolabbi, nagyobb népekkel tartunk kapcsolatot. Meg betudható volt ez, hogy ennek a globalizált világnak a modernizációjában nem fontosak már a rokoni családi kötelékek. Én azt gondolom, hogy az idő nekünk dolgozik, hiszen minden egyes ilyen látogatás, találkozó az újra előkereseti a térképet az emberekkel, és legalább rákattintanak, hogy Kazahsztán nagyjából hol is helyezkedik el. Én is mikor el szoktam mondani, hogy ötször akkora, mint Franciaország, akkor mindenki kicsit visszahőkör, és
akkor kap észbe, hogy hoppát, itt nem egy kis városállamról van szó, hanem ez egy akkora ország, mint mondjuk fél Európa. Azt gondolom, hogy a magyar oktatásnak többet kellene foglalkozni ezeknek a rokon népeknek a kultúrájával, hiszen számtalan előny származik abból, hogyha tartjuk a kapcsolatot. Nincs túl sok rokonunk, nincs túl sok barátja a magyarságnak, ez már egy évszázados, vagy talán régebbi probléma is. Tehát ez egy értékes viszonyrendszer, amelyet számunk kell tartani. Az embernek a gyökereit nem szabad elfeledni, és Ázsiában minket, kunokat mind a mai napig számon tartanak. Nem csak a közemberek szintjén, nem csak az oktatásban, hanem a politikai és a gazdasági élet szereplői között is. Ezt a helyzetet ki nem használni, az nagy butaság volna. A kazakok számon tartják a magyarokat. Tudják, hogy hajdan egy csapat kipcsák, innen kötöny vezetésével nyugatra vándorolt. Ezek a mai magyarországi kunok. Nekünk fontos, hogy ők az európai barátaink, rokonaink, stratégiai partnereink. Van egy nép, a kunok, akiknek őseik keletről érkeztek. Ügyesen bántak az íjjal, szabjával és a buzogánnyal. Rettegett nomád harcosok voltak. Aradnai havasoknál érkeztek a Kárpát-medencébe, Kötöny Kán vezetésével. Negyedik Béla szívesen fogadta a keleti harcmodort jól ismerő népet. A magyarok azonban azt hitték, hogy a tatárok kémjei jöttek. Ezért vezetőjüket megölték. Kötöny népe dúlva-fúlva kivonult az országból. A tatárjárás után Negyedik Béla ismételten behívja a kunokat, a jóformán elnéptelenedett Duna-Tisza közébe. De még most sem zökkenőmentes a letelepedés, hiszen állataikkal lelegeltetik a magyarok termését. A Kárpát-medencébe érkező kunok egy jó ideig megőrzik pogány szokásaikat. Főuraik kurgánba temetkeznek lovaikkal, pompás öltözetekben. Döbbenetes történetek kerülnek elő a föld mélyéből, a mi kunjainkról. A katonáskodásért adómentességet, függetlenséget kapó kunok autonómiában éltek. Éppen ez a szabadság szeretet formája az alföld emberét olyanná, amilyen. A kunokról azt mondják, hogy nyakas emberek. A kunokról azt mondják, hogy szikár emberek. A kun emberről a régiek is azt írták, és ezek a dolgok nem változtak, hogy szorgalmas, szókimondó, nyílt szívű, makacs, az elvéhez gyakran a végsőkig ragaszkodó, és én ezt egy nagy értéknek tartom, különösen a mai világban, amikor mindenféle taktikák és praktikák sajátíthatóak el a műsorokból, kerülő pályákba gondolkoznak sokan. Ritka az egyenes beszéd, a nyílt tekintet és a szavatartás. A kunok azok kemények. Nekem nagyapám mindig azt mondta, hogy kisfiam, olyannak kell lenned, mint a föld, amelyiken élsz. Na itt a Hortobágyi sziken az élet megtanítja az embert a keménységre és az állhatatosságra. Mikszát írja le, hogy hát ellentétben a felvidéki gentry mentalitású palócokkal a kunok azok a, még ha van is mit aprítani a tejbe, még akkor is az utolsó forintját adná oda, úgy ad egy forintot is akár kölcsön. Tehát azt hiszem, hogy zárkózottabb vidék. Zárkozottabb emberekkel. Maga ez a betyár karakter is egyébként, ez a kinna pusztában, nádosba eltűnő valaki, ez nagyon hajaz a kun emberre. A végtelen szabadság szeretet, és mégis valamiféle igazságérzet. Lehet, hogy romantikus, de valami alapja lehetett neki. Na, én ezt hiszem. Kunok, rettentő akaratos és egy azért se nép vagyunk. Nagyon nehéz irányítani a kunokat, nagyon sok türelem kell hozzá, hogy bármit elérje az ember, de az biztos, hogy közben meg rettentően, ha valami mellé odarakja magát, mint a székelyek, onnantól még nem lehet eltántolítani. Nagyon jó egyébként a kunok közösségében élni és dolgozni, hiszen az ember például a vezető, akkor is őszinte véleményeket hall, tehát ott minden további nélkül letegezik, elmondják azt, hogy mi nyomja az emberek lelkét, és hát illik konkrét, pontos választ adni. Én azt gondolom, hogyha egy kun ember bekerül egy idegen helyre, egy munkahelyre, egy társadalomra, ő inkább hamar átlátja azt a szervezeti rendszert, amiben ez működik. Ne felejtsük el, ezt tudományosan már többen bebizonyították, hogy a modern kor előretörésével az emberekben a kreatív gének, azok úgymond kopásnak indulnak.
ez az életforma az mindig újra felállni való képesség, tehát hogy újra kezdeni, akármilyen probléma van, csak neki menni, nem hagyni, ez valamilyen szinten ezt a génállományt folyamatosan aktívan tartja. Azt látom, hogy a kunsági ember pedig a nagy, könnyebben gondolkodik a nagy egészben, könnyebben látja ezeket a társadalmi mozgásokat, ezért mondom, én nem tudom, lehet, hogy nem helyes a szó rá, de ez a társadalmi térlátás. Talán ez a sok ideig katonáskodó nép, vagy éppen ezért katonáskodó nép egyik tulajdonsága, hogy ha már egyszer fegyvert fogtál, ott olyan nagyon nem lehet mellé beszélni, és eljön az idő, mikor már mérlegelni se lehet. Tehát van egy ilyen típus, aki a közösséget képes kirántani a nagy vívódásból és mérlegelésből. Nagyapám, Fazekas Mihály, egy nagyon jó barátjával valamin összevitatkozhatott. De a feleségek jó viszonyban voltak egymással, folyamatosan ők évtizedekig nem szóltak egymáshoz, és azt sem mondták el, hogy mi volt a vita tárgya. Nem lettek haragosok, de nem beszéltek egymással. És aztán már életük alkonyán, ilyen 80 év fölött találkoztak egyszer az utcán, és akkor azt mondta a Pintér bácsi, hogy ne haragudjunk már, Mihály. Nagyapám pedig azt mondta, hogy hát akkor ne haragudjunk. És akkor ennyibe maradtak. Azóta se tudjuk azt, hogy mi volt a vita tárgya, a béke az visszaállt, és a két család megnyugodott ezen. Kicsit kíváncsiak vagyunk mai napig, de sohasem fogjuk megtudni azt, hogy pontosan mi történt, és miért pont akkor. Ez mutatja azt, hogy a kunsági ember az mennyire következetes. Következetes akkor is, hogyha megígéri azt, hogy hallgat. És szerintem ez egy nagy érték a mai világban is. Rögtön ki lehet szúrni ki egy kun, kiskun, nagykun, hasonló jellemzői. Mi igazán soha nem szeretünk oda menni rögtön beszélgetni, nem szeretünk a társaság közepe lenni. Kivárjuk szép lassan a sorunkat, ki megpróbálja kiismerni, milyen a másik ember. Nem vagyunk az a kapkodó idegbeteg, és azt, hogy mindenféleképp mi ott legyünk elő. Mi szeretjük, hogy az érdemeink szerint kapjuk meg a pozíciónkat. Azt mondják, hogy a pulira csak egyért haragusznak, hogy csak vizet iszik, és mégis négy kézáb jár. Tehát ez bizony nehezen elviselhető benne.